Sziasztok! Tudjátok, hogy én most éppen mit csinálok? Trónolok. Ez itt alattam ugyanis egy 150 éves mobil WC. Ez a videó is illeszkedik abba a sorba, amire igaz, a Suzuki jóvoltából most lehetősége van feldolgozni pár olyan témát, amiket már eddig is szerettem volna, de nem került rájuk sor. Mivel most is egy hogyan készül videó miatt keltem útra, amíg megérkezem Magyar Polányba, ahova tartok, mondok pár érdekességet arról, hol és hogyan készül a Vitara, amiben ülök. Az első és legfontosabb a Magyarországon, méghozzá Esztergomban. Csak a tavalyi évben több mint 120 ezer Vitara készült itt el, egy autó egyébként egy nap alatt teljes egészében elkészül. Magát a modellt a világ 123 országába exportálják, a Vitara szó pedig az életet jelentő, ahogy a vitális szóból eredeztethető. Magyar Polány egy Ajkához közeli, a Bakony-Lankály között található festői kis település. Hogy a festőjelző mennyire nem elcsépelt ebben az esetben, ahhoz adalékként érdemes megnézni az Európa Nosztra díjjal is jutalmazott Petőfi utca takaros házait. És ez nem valamiféle skanzen, ezek nagy részét lakják. Magyar Polány leginkább a falu fölé magasodó Kálvária dombról híres, vagyis inkább arról a nagyszabású színházi előadásról, aminek keretében itt immár hagyományosan minden húsvétkor színre a passiót. A Kálvária domb alatt található kúria pedig a mai úti célom, ezen belül működik ugyanis az a restaurátor műhely, ami miatt jöttem, és akik miatt jöttem, Tomi, ő a restaurátor, Szandra, a felesége műtárgyszakértő, és a kisfiúk Marci, aki minden lében kanál. Itt egy csomó bútor, gondolom van olyan, hogy ti találtok valahol, és olyan is, hogy így hozzák, hogy nézd már meg ezt a 500 éves komódot, hogy ez biztos 5 milliót ér. Van 500 éve nem voltak komódok. Nem? Mikor, nem, mióta nem. Vannak? Ez a lakberendezéssel indult, hogy fölé tükör, rá a komódra egy kis óra, tehát, és akkor ez a Biedermeierbe abszolút kiteljesedett meg még előtte a barokkba. A bútorok stílusfejlődését tehát az építészeti irányzatok változásán át lehet talán a legjobban megérteni. Amihez persze legalábbis eleinte szorosan kapcsolódott, a tehetősebb rétegek életmódjának a változása is. Ahogy ugyanis funkciójukat vesztették az általában hegytetőre épült robosztus várak, megjelentek a várkastélyok, megjelent a reneszánsz és kezdetét vette a mai értelemben vett lakberendezés, viszont a jellemzően még robosztus, nehéz reneszánsz bútorokból eredeti darabot ma már alig találni. Ezután jött az aranykor, a díszes barokk kastélyok kora, amiket már belülről is igyekeztek minél díszesebbé tenni, például mutatós és komoly funkcióval már nem feltétlen bíró bútorokkal. De mindez még csak a tehetősebb rétegek kiváltsága volt, míg nem aztán jött a Szandra által is említett Biedermeier, ez volt az a stílus, ami révén a bútorok és a lakberendezés szélesebb rétegek a felemelkedő polgárság számára is elérhetővé vált. Barokk elődeikhez képest a Biedermeier bútorok már letisztultabbak voltak, és ezeket már többnyire tervezték, azaz minimum előre lerajzolták. Mindez azért fontos, mert ha valami már nem csupán az asztalos fejében létezik, akkor megérkeztünk a sokszorosíthatóság először. Szobájába. Illetve az ebben az időben készült bútorok közül sok, mint például ez a fotel, már elemeire szedve is szállítható volt, ez pedig a lapra szerelhetőség előszobája. Ebből építkezik a sokak által most nagyon kedvelt Art Deco, tehát az Art Deco az már 200 éve egyszer nagyon modern volt, és az Art Deco ebből a Biedermeier letisztultságból építkezik. Tehát mindig így 100 évente elővesszük, vagy ugye ismerjük a barokkot mondjuk az 1700-as években, és megjelenünk újra 105, így van, 150 év múlva a neobarokkal. Mm. Tehát mindig egy kicsit szögletes, aztán finomodnak a vonalak, aztán megint visszatérünk a modernhez, úgyhogy ez mindegy ruhadivatban, ez ugyanolyan körforgás egy 3-400 éve. Mi az, ahol ezzel a bútor történet befejeződik? Van-e ilyen, hogy a kotta vége? Vagy nincs? Most ugye a retrót mondjuk ennek, de... De jó! Aha. De nekünk ez az amiatt nem stílus, hogy a kézművesség ott szűnt meg előtte már. Tehát, hogy ott az iparosodott technológia, aha, a pilleszékekkel, a műanyaggyártással, tehát, hogy ott veszítettük el az organikus
anyagfelhasználást a retróval. Tehát végülis most azt hívjuk... És a retró is az volt, hogy kidobtuk, nem kellett, és most meg így szedjük elő, nem? Az ilyen retros tuccokat, hogy igen. Micsoda izé, szék a teraszra, így meg van, mit tudom így én. Van. Tehát a műbőrtől mindenki óckodott és a gyerekkorunkban, és most tényleg vesszük elő újra. De hát miért? Mert hogy modern. Tehát hogy jött, volt a rusztikus holland tölgyfabútorok mondjuk az elmúlt 20 évben, ahhoz képest megint megjött a modern, a szögletes, a színek például. És akkor irány a műhely. Tomi nem is igazán bútor készítési kunsztokat fog majd mutatni, persze azokat is, hanem inkább arról látunk majd érdekességeket, hogyan lehet 200-300 éves bútorok felújítását olyan természetes anyagokkal végezni, amiket eredetileg is használtak a mesterek. Sellakkot, méviaszt, vagy éppen csontenyvet. Ez egy hányatott sorsú kis éjjeli szekrény. Eszmei értéke van, a család megkért, hogy javítsam meg. Nagymamáé, nagypapáé volt, nem lehet tudni pontosan. Hiányoznak róla darabok, ezt nekünk pótolni kell. Tehát fúrnél és azt fogod felragasztani? Így van, csontenyvel. Csont. Eny, ez már kocsonya. Tehát, hogyha kocsonyát főzünk, vagy csontlevest, mindenki tudja, hogy összeáll a hűtőben és zselés anyagúvá válik. Ez tovább főzve, szárítva, darálva tulajdonképpen csontenyvé válik, amit mi vízben megfelelő arányban feloldunk, és 60 fok körüli hőmérsékleten, vízfürdőben melegítjük. És ez mitől olyan erős ragasztó? Tele van kollagénnel. Aha. Fel van főzve, bizonyos idő elteltével előtte be kellett áztatni, és ebből kapunk egy eszméletlen erős ragasztót, amit többször tudunk melegíteni, nem csak egyszer, hanem több napon keresztül bármikor fel tudjuk használni. És akkor ragasztunk már össze valamit, kíváncsi vagyok. Jó, megmutatom neked. Ez egy gyors teszt lesz. Ezzel várunk egy pár percet, és meg fogod látni, hogy milyen erős. Akkor ez a régi idők pillanat ragasztója? Így van. De durva. Csapd oda. És nézd meg, hol törött el. A fa tört el. Ragasztás megmaradt. A magyarok is ettől lettek nagyok, hiszen nem? Az íjaikban kompozitként a csontenyv volt a rögzítő tényleg? Anyag. Igen, ezt valahol hallottam. Tehát a csont, az állati inak és a különböző fáknak az egyvelege adta ezt a reflex hatást, amitől olyan nyilakat tudtunk készíteni, hogy... Tehát ez a reflexi. Aha. Így van. A csontenyv itt tehát arra szolgál majd, hogy a hiányzó fúrnél darabot Tomi a helyére ragassza, azután pedig jöhet a felületkezelés és a méviasz. Ez méhviasz. Így vásárolom, mivel ezt a butort méhviaszolva kérték, ezzel fogom a felületkezelést megoldani, de így nem tudok vele mit kezdeni, ezért főzök ebből egy kencét, ami már kezelhető. Melegen visszük fel a felületre, ez majdnem, hogy sok is, így. Szépen apró mozdulatokkal bedörzsölöm a felületbe, majd a felesleget letöröljük, és így az egész butoron keresztül, amire most a teljes folyamat bemutatására nem lesz idő, így csak megmutatom. Van aztán sok olyan ideérkező darab, ami nem feltétlenül rozoga állapota miatt szorul felújításra, hanem mondjuk éppen azért, mert valaha valaki sajnos felújította. Ilyen ez a 200 éves barokk komód is, aminek a restaurálását letudták egy vastag lakréteggel. A csillogó és pirosas tetőrész alapján akár azt is hihetné egy laikus, hogy ez egy szépen felújított darab, viszont Tomi direkt úgy készítette elő a fiókokat, hogy láthatóvá váljon a három legfontosabb fázis. Avagy alul a szakszerűtlen lakkozás utáni állapot, középen az az állapot, ahonnan már lemarta a lakréteget, felül pedig az, ami már hajaz az eredeti állapotra, a megkezdett sellakkos felület kezelésnek köszönhetően. Hát így mutatnám ebbe, hogyha belenyúlunk, az azért ilyen... Fantasztikus ez ilyen érzés. Nagyon durva. Ez a sellak tetűnek a váladéka, ami Dél-Kelet-Ázsiába tenyészik, és ott gyűjtik össze a helyi munkások, majd ezt finomítják, mert nem ilyen állapotban van a fákon, hanem ez egy ragacsos
sötét színű. Mint a fenyőfák az enyve akkor. Körülbelül, aha, nagyon jól mondod. Aha. És ezt tisztítják, utána ülepítik, és ez ilyen lapka formájába kerül hozzánk, ami mellesleg, mondjuk mindenki evett már puszedlit, annak a tetejét is ebben fényesítik, vagy egyes cukor... Nem mondod! De, vagy ez egy, van a puszedli tetején? Vagy egyes cukorkákén. Most azt gondoljátok, hogy meg fogom kóstolni. Nem fogom. De meg lehetne. Ehető teljes, aha, mértékben. Aha, tök jó. És amúgy ennek az ára az, ahol jól tudom, egyre vaskosabb. Egyre csillagászati báron dolgoznak a sellaktetők. Nem csoda, hogy drága, egy kiló sellak előállításához 100 000 sellaktetőnek a munkája szükséges. Tehát, hogy érzékeltetni tudjuk a számokat. Ja, amikor Kambodzsában voltam, és ugye a sejemhernyónál ugyanez, igen, volt, hogy mennyi sejemhernyó dolgozik, egy pici sejemért, ez valami hasonló sztori. Így van. És akkor nem ezzel dolgozol, hanem ebbe csinálsz valamit. Nem, hát azt munkakész legyen, akkor fel kell oldanunk szeszben. Uh-huh. Egy megfelelő állagot kell képeznünk, ez mindenkinek a maga ízlésére van bízva, mindenki másképp szereti, mint mindent. Ez is olyan, hogy kinek a keze, olyan az oldata. Politúrozáshoz fel kell vennem a gumikesztyűt, mert az alkohol szétszedné a kezemet. A régi mestereknek látszódott a kezén, hogy mivel foglalkoznak, mert nem volt rajt bőr. Ez így segíti a munkámat. Jó, kicsavarjuk, sajnáljuk tőle. Ezt a folyamatot egy fióknál 10-15 órán keresztül kisebb szünetekkel kellene végezni. Ugyanolyan mozgást sosem végzünk, mindig változtatjuk ezeket a pozíciókat, mert a felületképzés lényege, hogy ha egy irányba mozgatjuk a labdát, akkor csíkos lesz a felület. Így ezeket a mozgásokat tagolni kell, így a maga a felület is simábbá válik. Egy komplett komóthoz 3 deci bekevert lak bőven elegendőnek kell, hogy legyen. Tehát itt nem a vastagság a lényeg, hanem az, hogy felületet képezzünk. Minél vastagabb egy lakréteg, annál többet takar a fának a valódi szépségéből. Onnan tudom, hogy kész, amikor a fának eltűnnek a pórusai, és egységes, síma, gyönyörű lakfelületet kapok. Pár perc után is látszik már, hogy a felvitt lak felületet képez a bútoron. De ez szükséges a jól előkészített alap. Amíg Tomi elvégzi az utolsó simításokat, amik persze nem az utolsók, és előkészíti a következő érdekes felújítandó darabot, ami majd egy aranyozott tükör lesz, lássuk, mit rejt még a raktár. Ezt azért, na. Ezt érdemes. Ezt érdemes. Én erre mondom, hogy milyen jó kis sámli, vagy nem tudom. Igen, ilyen puff-szerű puff. És akkor? Ez egy bőrborítású puff, de amúgy. Ez egy... Na, ezt kitalálja ki, micsoda. Egy szobai illemhely. Hívjuk ma ezt úgy mondanák, hogy mobil WC. Mobil WC, igen. Ami rettentő érdekes, hogy rendelkezik ugyanúgy ülődeszkával. Azt a mindenit. Tehát így lehetett kiemelni ezt az edényzetet, amit mindjárt meg is mutatok. Amúgy, ha megnézed, hogy nézd meg, mi van ráírva? Miért mondjuk, hogy milyen patentül záródik? Nézd meg, rá van írva, hogy patent. Azt a... És akkor megvan a szép kis kövedénye. És még egészen jól, bár el van öregedve, mert nagyon kemény a gumi, de még ez a része is megvan. Mi alapján lehet itt belülni egy árat bármibe? Attól függ ugye, hogy eladsz vagy veszel, de mondjuk, hogyha valaki venni szeretne, akkor én azt gondolom, hogy el kell dönteni, hogy megveszem a felújítási alapot, és mondjuk van egy szakember ismerős, akivel megcsináltatom, vagy megveszem készként. Uh-huh. Tehát mivel nekünk előnyünk van, hogy a Tamás ezeket meg tudja csinálni, nyilván mi a teljesen kész szobai terméket, tehát mindegy bútorboltból elviheted a 200 éves tökéletesen használható darabot, illetve mi azt abban érzem, hogy egy kicsit mások vagyunk az általános restauráláshoz képest. Tamás precizitásából fakad, ő azt vallja, ha azt 200 éve az asztalos úgy elkészítette, hogy két
ponton finoman meghúzod a fiókot, az kicsúszik és visszamegy, akkor annak ma is így kell működnie. De mondjuk összességében egy ilyen széket, én azt gondolom, hogy 10 és 25 ezer forint között, hogyha sikerül megvásárolni, az egy nagyon jó vételnek számít. Oké, dolgozik rajta mennyit? És akkor itt jön az, hogy dolgozik a Tamás legalább 50 ezer forint, 60 ezer, tehát kárpitos munkával együtt, amit ugye mondjuk ő nem végez, tehát nekünk is külsős munka, de legalább 60 ezer forintot. És hozzá kell tenni majd ehhez? Hozzá kell tenni, tehát akkor azt mondom, hogy... Majdnem 100 lesz utána. Majdnem 100 lesz utána. Tehát sok olyan darab van, és a kárpitos daraboknál jön az ki, hogy igazából a restaurálási munka van megfizetve. Egyébként talán nem is azon érdemes morfondírozni, hogy egy-egy ilyen összeg sok vagy kevés, inkább talán azon, hogy 100 vagy 200 év alatt hányszor eshetett át egy ilyen szék már felújításon, és hányan fizettek már érte és vitték haza, mint saját szerzeményt. Hányan mondhatták ezekre a bútorokra az évszázadok alatt, hogy ez az enyém, így van, és igazából... Sose az. Tehát mivel azt mondják, minden csak bérbe kapunk, úgyhogy most nálunk van, aztán valaki megörökli, és előtte már hányan megörökölték. Egy hányan ültek úgy ezek között a bútorok között, hogy micsoda bútoraim vannak, és előtte is volt valaki, utána is lesz valaki. Ami szerintem szintén már sokakkal megesett, nem tudom én, nagymaminál, fenn a padláson, szembe jön egy ilyen aranyozott tükör, vagy festmény, és akkor de jó, még tök jó állapotban van, akkor ezt én most nekiesek, kicsit így felturbózom, és akkor ezt még majd lehet használni, és akkor mit csinál az átlag? Elmegy a balkácsáruházba, aranyspré, most direkt figyeltem az arcodat, hogy így tűrtőztesd magad, hogy így ne szólj közbe. Igen. De csak azért mondtam, mert ez a halálod, gondolom. Ez a halálom, és ugye ebben még munkát is adnál nekem, tehát nem elég ezt lepucolni róla, még amit ráfestenél, még azt is le kell szednem. Tehát az első, amit egy ilyen tükörnél meg kell néznünk, hogy mi az alap, honnan lehet építkezni, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy amit rákentek eddig, azt is visszaszedjük. De hogy erre is már kentek rá, tehát ez egy, amikor te ezt így a kezedbe veszed, akkor tudod egyből, hogy ez mondjuk a takarás alatt, amit valaha rátettek. Nem én tudom, képzeletben valami, már látom, hogy ez alatt mi van. És akkor mi az alap, mi lehet az alap, és mi van rátéve szerintem? Szerintem egy laparany van, és most egy ilyen enyves, bronzporos felülfestés. Történt ezen így van. Valamikor. Így van. Tehát látszik már a vattán, hogy valamit oldunk. Az anyag, amit Tomi használ, egyfajta szalmiák szeszes oldat, ebbe mártogatja a fülpiszkálót, amivel dolgozik. Egyébként a fülpiszkáló használata már önmagában is jól leírja, milyen aprólékos és sziszifuszi a folyamat. De mondjuk egy ekkora tükörre, akkor mennyi időt tudsz végezni? Hát ez egy nap. Ez egy teljes műszak. És akkor ilyenkor letöröljük, megnézzük. És hogyha ott megnézitek, akkor már látjátok, hogy ott már előbukkant az eredeti polikrómia a felületen. Tehát ezt kell folytatnunk addig, amíg az egész tükrön végig megyünk, és akkor láttatja magát, hogy mi volt ő valójában anno. És akkor mondjuk a cirádás részt, azt mondjuk én azt gondolnám, hogy na azt akkor... Ezek a legnehezebbek, ezek a cirádás tagolt részek, mert be kell férkőzni belülre, és ezekre a különböző leleményességeket kell igénybe venni, amivel az ember eléri a legalsó pontot is. Hát nem megoldhatatlan, például gyerekfogkefe, stb. Ja, mert az elég ami kellően lágy, de mégis kifejtünk némi... surlódást, ezáltal le tudjuk koptatni róla a nem kívánt anyagokat. Ez brutál, tényleg, ez belső gondolna az ember. Hát így működik. Amit rákennek az évszázadok, mi lemossuk. Gyalázatot. Ja. A folyamatot végig most természetesen nem fogjuk bemutatni, de nagyjából így néz majd ki a keret, ha kész lesz. A restaurátor munkája tehát kicsit olyan, mint a régész munkája, aki egyre mélyebbre és mélyebbre ás a föld rétegeiben. Ám, amit a restaurátor talál, az sok esetben még életre kelthető, és sokszor olyan anyagokkal is az, sőt olyan anyagokkal igazán az, amiket sok száz éve eredetileg is használtak a mesterek. A filmezés befejeztével egy nagyon finom bakonyi gulyásleves várt még ránk,
természetesen sok-sok szalonnával. Hogy miért természetesen? Mert természetesen ehhez is van egy sztori. A monarchia idejében ugyanis innen szállították a császári udvarba a híresen finom bakonyi szalonnát, amiből bakonyi, majd békoni lett, mire az uraságok mutatós étkező bútoraira került. És akkor ezzel lényegében körbe is értünk. A videóm a Cogito Art támogatásával készült. A videómat támogatta a Magyar Suzuki ZRT.